Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Meglepően stabil ez a homok fal. De hát ez van. Örüljünk. Na, gratulálok. Száni banda. Jó, azért elbontják a kijáratuk akadályait. De mindent megtesznek azért, hogy ott maradhassanak valahogy. Valahogy. Hogy állunk 13 fél. Nem egy fenomenális mennyiség, de nem is rossz. Nem is rossz. Hogy állunk? Épületek. Miért nem lesz elég az a 2 tonna műanyag erre, de mondjuk azt hiszem van egy másik út, vagy több másik út is. Igen, itt egy másik teljesen jól ellátható út. Ez bizonyos értelemben oldalág. Na, azért bontogatják, itt ott, ott. És van esze fentről, helyes. Úgy simán végig megy rajta. Addig, amíg hajlandó követni. Persze csak. Ó, oh, hogy onnan nincs alternatív kiút. Upsi. Na hát, meglátjuk. Keresztjáratokat biztosítjuk. Azért is először az alsót csináltuk meg, ugye? Hogy az meglegyen mindenképpen. Aztán majd kiderül, hogy is állunk. Az összes szállítást és mi egyebet befejezték. Elvileg van elég sok, gyakorlatban ki tudja. Van annyira nem sok. Annyira nem sok maradt. De elég, hogy kijelöljük. Aztán majd szépen lassan elkészül, amikor elkészül. Az nem annyira szuper fontos. Hogy mikor is lesz. Hogy állunk ezen az ágon? 800, de hát az... Majdnem abban a formában, hogy 800, de semmi. Van némi, amit le kéne fúrni. További hulladék, nyomtatóunk kész. Erre figyelhettünk volna, hát némi extra magok. Legyen. Hogy állunk aljából? 200 ezer. Csomagolt gomba, rengeteg sima gomba, meg némi egyéb. Akkor alapvetően jól állunk. Ja, fa. Hiszen már miből van ennyire elképesztően sok ipari alapanyagunk. Hát, azt hiszem ez...
így maradt. Nem tudom, ott mi volt a tervünk, mivel akartunk összemosni dolgokat, vagy mivel nem. Még igazából, hogy picit lejjebb fúrok, akkor simán lehet itt elég. Hey. Ennek meg ennek a alsóbb zónákba. Már itt egy elég masszív víztározó van, és akkor lehet egy fönti meg egy lenti átjáró. Talán. Hát egy lenti bőven elég lesz, úgy érzem. Ami itt ezeket a magokat és egyebeket ki tudja használni. Szépészeti jogból elbontjuk. Még ha egy cumót is, annak a halálát is jelenti egyben. A hajlandóak elbontani. És akkor ezt a járatot össze lehet húzni. Nem kapkodják el. Na. Túlmelegedés gázpumpának. Hát, ja, az olyan van. Ops. Upszi. Ide jó. Eddig megy még ez fölfele. Úgy látom, elég sokáig. Na hát ez van. Az legyen a legkisebb baj. Most legalább ki tudnak jutni. Addig legalább eljutottunk. Kiszökhetnek. Létrát, létrát nagyon szívesen építik, többit több-kevesebb lelkesedéssel. De persze úgy érzik, hogy máshol gyorsabban tudnak furkászni. Vagy mit tudom én. Arany, mi egyéb rohangászás jobbra-balra.
Hát egy ilyen futamot megejtünk azért. Csak azért, hogy lássuk, hogy állunk, mint állunk. Oh, hello, Poke. Te belőled acélt fogunk gyártani. Előbb-utóbb, némi áttételen keresztül. Oké. Okay. Itt a terv az, hogy leeresszük ezt a felső szakaszt, és ezt oldalról befúrhatunk. Visszaállítom majd ennek a teljességét, ahogy illik. Ez homok, úgyhogy majd itt fogjuk az oldaljáratot kifúrni. Biztos? Tudom, az egészet le tudjuk kereszteni. Akkor ez az útvonal is tökéletesen alkalmas lesz. Úgyhogy nem is kell olyan sok. Nem is kell olyan sok. Itt egyre nagyobb kupac súlyma gyűlik föl. Ez az örök problémája az ilyen áskálódásoknak, főleg az elején. Ki hogyan meddig? Tudod mit? Az azért legyen egy relatív magas prioritásban. Meg igazából ezek is. Hogy egyáltalán elkészüljön valaha is. És akkor lehet menni vissza a normál útvonalakra. Ha minden jól megy. Igen. Állomást igazából megépíthetjük. Kutatóállomás... Hova vesztünk el? A használata lesz az, ami nem fog megtörténni. Alapanyag hiány.
elven 5 kW lehetne rajta. Gyakorlatban töredékesem, igen. De van, neked mi a bajod? Én érzem, úgy Devon valamit nem kapott meg. Valószínűleg ő volt az egyik, aki nem jutott el ide-oda-moda. Ilyen, valószínűleg nem kapott kaját, vagy ilyesmit egy alkalommal. Már olyan minőségűt, amit elvárt volna. A saját igényeihez. Ugye ezt a két alsót is szeretnénk megszabadítani. Mert mégiscsak úgy illő. No, merre vagyunk, meddig jutunk, sem eddig. Ezt igazából valószínűleg nagyon gyorsan lefúrják, és az jelentősen kibővíti a medencét. Nyee, Blossom Seed. Nem megyünk előrébb vele. Na hát ez van. Túl melegedett, nem mondod. Azt nem akarják bontani. Minden más szívesen. Még építkezni is hajlandóak. Mondjuk hetessel se csinálják, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy hát majd egyszer jönnek. No, csak fölbukkant valaki. Csak fölbukkant valaki. Oké. Hát meglátjuk, meddig megyünk. Vagy meddig nem megyünk. Ilyen-olyan szuper nehéz bontásokkal. Hogy állunk itt egyébként? Hát nem azt mondom, hogy jól ellátott oxigénből, vagy bármiből is. De azért van némi oxigén is. Eddig megy ez még föl, az a fő kérdés. Fő. Érdekes inkább, vagy kritikus kérdés bizonyos értelemben. No. Na, itt már betakarítható minőségben van ez a növény. A lényeget elértük.
A lényeget elértük. Remek. Haladgatunk. De még mindig csak az előkészületéig jutunk el. Na itt a trutymó teteje, ahova hullanak alá a cumók és feltörnek mindent. Legalább ezt megláttuk. Alapvetően egyébként hőmérséklet terén hogy állunk? Nem jól, de nem is rosszul. Harmincegy néhány fok környékén stabilizáltuk, úgy látom, a bázist. Vas. Ezt nem raktam állandóra. Vagy nem raktam állandóra, vagy elfogytunk állandóból. Ezt nem tudom, hogy lehetne az utóbbi, de vasat vártunk. Az a hiány. Az egyik az működik stabilan, a másik az nem. Nem tudom, hogy még nem melegedett föl. Vagy más egyéb ok. Hát stabil az túlzás. Működget. Az vicces, hogy 50 fokra visszahűlt. Na mindegy, majd meglátjuk. Újabb gázpumpa. Hát az nagyon melegszik, de fogadja el. Eltört, túlforró, elfolyott. Felejts el. Majd meglátjuk, az hogyan dolgozgat. Na, megkezdték a leeresztést. Pom 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 pom.
Gondolom feltörölni jönnek, ilyen lelkesen. Azt szokták. Wuhú, mehetünk feltörölni, mindenki happy. Növény nem tettetek tönkre, ugye? Ja, hogy betakarítani nem lehet, nem pedig rossz kedvében van. Teljesen jól el van, mint a vízzel borított egyed. Sőt, még idáig is lefúrhatunk. Azt hiszem. No. Granit. Ilyen-olyan sziklák. Haladjunk az alapokkal tovább, illetve hát falakkal ezáltal, ez esetben. És egy újabb értékes mag. Na jó, újabb mag. Az értékes rész az kissé talán túlzás. Hogy állunk? Egy kiló, egy tonna. Mi anyag az nagyjából elég lesz ide. Nagyjából. Pöpörö. Viszont akkor ha ez... akár csak nyomokban is a szabályos átjárók egyike lett, akkor kap póznát. Hát ha segít rajta. És igazából majd le is fogjuk cserélni műanyagra. Nyilván a padlózatot is érdemes lenne itt ott lecserélni, de hát valahol meg kell húznunk egyenlőre a határt. Háromszázezer mushroom rap. És lassan végtelen mennyiség áll rendelkezésre belőle, ami mindig is a jó opció. Érkezik az új akármi. Spicy tofu. Még szimpatikusabb kaját kaptok? Vagy sem? Nem tudom, hogy jobb-e vagy sem. Minőségben. Na, azért lassan-lassan készül a további cumó. Vicces, a többi az el tudta fogadni, hogy eltört és kész. Ez újra és újra. Hú, én sérülök meg, stb.
Ki tudja mérés hogyan. Na mindegy. Ha jól látom, itt valahonnan volt egy csepp pacsa, amit nem töröltek föl. No. Úgy látom, kezd rendeződni az ügy. Hát ez még nagyon messze van a befejezettől, csak ez lassan nagyon magas létránál minősülni. Szerencsére mondjuk nem fölfele, hanem lefele kell hozni belőle. Az azért segít. Segít valamennyit. Legfeljebb aláhullik egy csomó cucc. Kellemetlen, de hát na boom. No, hát haladunk valamennyire. Ez néha egészen fura az, hogy mit, melyiket szeretnék kibontani elsőre. Egészen fura. Mikor, miért és melyiket veszik prioritásba. Oké. Lássuk ezt a víztározót, hogy áll. Lassan, lassan, de azért növekszik. Ez gyakorlatilag a többlet víztermelésünk a mellékhelyiségből. Elsősorban. Jó, hát meg ami itt terem még, az szintén ide megy, előbb-utóbb. De hát az olyan kevés, hogy az cseppekben mérhető. Hát igen, nagy túlzás, hogy két víztisztító kell ehhez. Upszi, na itt a gond. Itt a nagy baj, hogy ez elkezd viszont erősen túlmelegedni. Oké. Akkor itt viszont ki kell alakítanunk egy saját tisztítót, vagy hűtőrendszert, vagy hogy is mondjuk. Pomporum pompomp. Merre van? Oké. Thank you.
Remek. Nem. Jó. Pom, 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 pom. Ja nem terveztem lehozni ide, mert miért lenne? De mint kiderült, olyan közel van egyébként is, hogy ez bőven belefér. Ventiláció. Remek. Pom pom pom. Jó, akkor nem olyan egyszerű, mint elsőre gondoltuk. Látod, de... Csak nem oda küldjük a gázt. Tök mindegy, hol lesz. Még a messz. Ez megnyugtató. Tippeljen meg, hogy nem tud kijönni, mert bezárta magát, mert okoska. És hol a létre ott? Okoska. Úgy van létre, csak... ettől még nem lesz jobb a helyzeted. Sőt... ezt ultra prioritásba rakjuk akkor. Hogy kiengedjük, mert nem kívánom elbontani a falat okoska kedvéért. Na.
Igen, és nem haltál meg. Mindenki sajnálatára, de nem haltál meg. Akkor mehetünk vissza a kaja ellátás biztosítására. Nyilván nem olyan fontos, mint a bénázásod. Ezt megállapítottuk. No. És majd itt lesz a hőszabályozó. Valahol, és valahogy. De az még majd. Amikor kezd rendeződni, akkor ejtjük meg. Akkor kezdjük átlátni, hogy itt mi történik a katyvaszból. De most nem annyira látjuk. Legkülönfélebb okokból. De részben ezért is fogyott el a gombánk, mert nem termelünk gombát. Abba hagytuk a gombatermesztést. Holmi túlmelegedés okán. Mit szerettek? Egyébként 5 és 35 fokot, nem annyira szuper problémás. Oké. Oké. No. Ugye ez az inték alapvetően az intékre van szükségem, azt kell manipulálni, hogy ez az ág ne menjen be. Úgyhogy pont fordítva. Na mindegy, ezt majd meglátjuk legközelebb. Mára ennyi. Folytatjuk innen.